Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Gábor, és nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Rokon szakmánk van, tehát eredetileg én is pszichiáter vagyok, és az egyik... Bocsáss meg, de én nem vagyok pszichiáter. Nem vagy pszichiáter, viszont olyan témákban írsz, ja, amiben pszichológusok, pszichiáterek, tudom, hogy családorvos voltál eredetileg, ja, de mégiscsak a lélekkel foglalkozol. És ezért én úgy tekintem, hogy rokon szakmánk van, de akkor mondhatom, hogy mindketten eredetileg orvosok vagyunk. Ja. És én egy nagy azonosságot éreztem akkor, amikor a szétszórt elméket olvastam. A nagylányom adta a kezembe, elmúltam 50 éves, és az egyik születésnapomon azt mondta, hogy mama, ezt olvasd el, mert ez rólad szól. Hm. Úgyhogy én azóta így a szívembe zártalak. És az egyik olyan témában szeretnélek kérdezni, ami engem a legeslegjobban izgat. Hogyan tudunk változni? Tudunk-e egyáltalán változni? Hiszen annyi minden determináló. Most hagyjuk a genetikát, hogy van ez a hasonlat, hogy az csak a sejtmag, de hogy a sejtmembrán milyen hatások érik, stb. Az határozza meg, hogy mi bontakozik ki mondjuk a genetikai állományból, a kódokból, de ugye ott van a koragyerekkor, a koragyerekkori minták, ott vannak a transzgenerációs dolgok, a körülötte levő kulturális viszonyulás. Kapunk egy csomagot, meg tudjuk-e változtatni a sorsunkat? A tudattal igen, tudatlanul nem tudjuk. Tehát amikor az ember rájön, hogy az élete nem úgy megy, ahogy remélte volna, és kell keresni az okait ennek, sokszor a választ saját magunkba találjuk meg. Mert a szabad választás még mindig bennünk él, legalább a lehetsége bennünk él. Tehát minden inkább felébredünk, tudatosak leszünk, annál inkább képes vagyunk a változásra, ami persze nem megy már a hónapra, de a lehetség bennünk van, mert szerintem mindig van egy igazi lényünk, amitől esetleg el vagyunk idegenítve, de ami sose pusztul el, és megint meg tudjuk találni. Ez a leütésig fent áll életünk végéig, szerintem. Szóval, ha úgy tettem volna fel a kérdést, hogy van-e szabad akarat, akkor azt mondod, hogy igen, de kell hozzá, szükségünk van egyfajta fölébredésre, egyfajta tudatosságra. Szoktam úgy fogalmazni, hogy kapd rajta magad, vedd észre, hogy miben vagy. És akkor vajon miért van az, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk úgy, hogy fölébrednek, elkezdenek magukkal foglalkozni, belemennek egyfajta önkutatásba, és mások meg nem? Ez nehéz, és nem tudom, hogy teljesen tudok választani erre a kérdésre, hogy pontosan tudok válaszolni. De egyik az, hogy az egyik nagy lüktetés arra, hogy az ember felébredjen, az a szenvedés. Tehát, hogyha bizonyos minták, már mondjuk valaki például a harmadik elvállása után esetleg megkérdezheti a saját magát, hogy miért történik ez velem mindig, van szerencsétlen vagyok, hogy rossz párakat választok mindig, vagy esetleg van bennem valami, aki ezt kihívja, hogy mindig ismételem ugyanazt a mintát. Hát az igazság persze az, hogy bennünk van erre a válasz. Tehát mondjuk a szenvedés egy nagy indok arra, hogy az emberek felébredjenek. Most nem javaslom a szenvedést, de én sok emberrel találkoztam is, mint orvos dolgoztam is, akik a betegségük be találtak egy nagy kihívást, és egy nagy tanulmányt, egy nagy tanulságot, hogy itt valami nem stimmel. És ez az egyik. A másik, van, akik tapasztalnak egy bizonyos spirituális felébredést, nem tudom miért, de megtalálják, vagy tapasztalják. Jön egy hívás. Ja, kapnak egy hívást. Szerintem ez a hívás mindegyikünkbe él, de nem mindennyien halljuk. Figyeljünk oda rá. De azt hiszem a legnagyobb... Na most persze a szenvedés nem elég, mert sokan szenvednek anélkül, hogy felébrednek. Tehát kell éreznünk, hogy valami lehetőség van
valami másfajta életre, másfajta hozzáállásra az életre, élethez is. Sokszor ez attól függ, hogy kivel beszélünk, ki a tanítónk, nem tudom pontosan megnyilvánulni, de ahogy a szenvedés az egyik része, a másik pedig az a tudat, hogy valami más lehetséges. Az a hit, hogy valami más lehetséges. Ennek nem így kellene lenni. Én így a saját szakmámon keresztül sokszor azt érzékelem, hogyha az ember ki tud lépni abból a projekcióból, hogy a környezetemet hibáztatom, elkezd befelé fordulni. Ez az egyik, a másik pedig, hogyha van önreflexiója, tehát tud saját magára reagálni, mint hogyha ezt érzékelném kulcsnak. Egyébként szenvedés nélkül is van tanulás, fejlődés. Megtörténik, de mint orvos nem sokszor látom, én mint orvos már a hivatásból a szenvedéssel dolgozok, tehát én ezen a terepen látom, és itt a betegség, a válság valami kiváltja a változást. Egyébként a reflexió, az öntudat keresés nélkül nincs is bölcsesség. Egyébként ezt nem én mondtam, hanem Marx Károly mondta még 1844-ben, hogy a bölcsességnek a kezdete az önkutatás. Milyen érdekes, hogy a buddhisták is. És a buddhisták is. Ez már 2500 évvel mondta a Buddha is, és sokan is, mások is, persze. Sőt, még a Szokratész is mondta, Szokratész, hogy az az élet, amit nem vizsgálunk meg, azt nem érdemes élni. Igen. Tegyük fel, hogy valaki ráébred arra, akár egy betegség kapcsán, vagy egy élethelyzet, egy sors kapcsán, egy nehéz sors kapcsán, hogy valamit változtatnia kell. A következő kérdés a hogyan. És nagyon sokszor említed, és én magam is nagyon hiszek abban, hogy valami belső, autentikus én, az, amire annyi minden rárakódik, elvárásoknak való megfelelés, minták, stb. Hogyan lehet ezeket így lebontogatni? Hogy tudunk hozzáférni saját magunkban ehhez az autentikus énhez? Ameddig megtaláljuk és megint összekapcsolunk magunkat az autentikus énnel, ilyen feszültség, szorongás van bennünk. Tehát, hogyha ez a szorongást, a feszültséget, boldogtalanságot tapasztaljuk, valami, ez egy figyelmeztetés, hogy el vagyunk kapcsolva saját magunktól. És ez persze késztet minket arra, hogy keressük, hogy hol vesztettük el a kapcsolatot saját magunkkal. Mert bennünk van, és nem is pusztítható, és örök szerintem, legalábbis életünk végéig. De hogyha nem vagyunk vele kapcsolatban, nem vagyunk békében. Vagy hogyha békében vagyunk, csak nagyon pillanatnyilag. Tehát például mondjuk keressük magunkban a békét, vagy mondjuk a szeretethez való kapcsolódást, vagy hogy lehetne ezt mondani? Keressük a békét, de szerintem ez egy hibás hozzáállás, mert a béke bennünk van, ez a természetünkben van. Tehát ne a békét keressük, azt keressük, ami a közöttünk és a békek között áll. Tehát mi gátolja meg azt, hogy ezzel a békével mi összekapcsoljuk magunkat. Tehát ne a békét keressük, mert sose tudjuk talán megtalálni. Mert ami ott van, azt nem lehet megtalálni. Azt kell megtalálni, hogy mi van, mi akadályozza, hogy ezt a békét tényleg tapasztalhatjuk. Szoktam úgy megfogalmazni, hogy nagyon sokszor lent vagyunk a perlekedés pincéjében. Nem akarom azt, ami volt, ugye lehet 70 évesen is gyerekkor miatt perlekedni, nem akarom azt, ami van, vagy nem akarom azt, ami lesz. És ehhez képest ez csak pince, és itt sötét van. És mondjuk az elfogadás, hogy hogyan tudok feljönni az elfogadás állapotából, ehhez így mindig én magam is sokszor saját magamon kísérletezek. Mi az, ami kinyit? Mi az, ami befogadóvá tesz?
mi az, ami, én úgy fogalmazom meg, hogy egy nem állapotból egy igen állapotba tudok kerülni. Megkérdezhetem, hogy ezzel akár saját magadon belül milyen tapasztalatod volt, neked mi az, ami segített? Hidd el, én már sokszor tapasztaltam, hogy nem akartam, ami bennem volt, és nem is akartam, ami kívül volt. Egy több évvel ezelőtt részt vettem egy ilyen szívhidegos kezelésen, és közben üvöltöttem, hogy utálom a világot. Ez kirobbant belőlem. Tehát gyerekkorom óta sokszor voltam olyan helyzetben, és ott majdnem naponta úgy ébredek fel, hogy nem akarom ezt a világot. Vagy hogy nem akarom magamat. De ezzel nem lyukadunk ki sehová. Mert először el kell fogadni, hogy a dolgok úgy vannak, ahogy vannak. Nem azt jelenti, hogy szeretni kell, hogy így vannak, és hogy így kell lenniük, de hogy most úgy vannak, ahogy vannak. Tehát amíg visszahatósítok valamit a tapasztalatomból, belső vagy külső, addig nem jutok soha. Tehát arra már rájöttem, sőt, naponta rá kell jönnöm, hogy ami van, ami van. Hogy még hogyha változtatni is akarok is rajta, akkor is el kell fogadni először, hogy ebből a pillanatban az, ami az. Ez a kezdete szerintem a bölcsességnek. Korábban előtte beszélgettünk, és mondtál számomra egy nagyon fontos dolgot, hogy valahol a célunk mindannyiunknak az, hogy valamiféle szeretet állapothoz, te jobban megfogalmaztad, de hogy szeretet állapothoz jussunk el. Hogy is mondtad ezt, Gábor, mert ez... Abszolút emlékszem, hogy milyen bölcsességet mutattam. Miről volt a téma megint? Párkapcsolatokról beszélgettünk. Ja, oké. Okay. Hát, nem tudom, hogy erre gondolsz, de akkor azt mondtam, hogy mindig olyan valakivel párosulunk, akik tükrözi pontosan a mi gyerekkorunkat és a mi traumáinkat. És nem csak a gyerekkorunknak rossz részét, hanem a jobb részét is. De hol kerestük mi a boldogságot a gyerekkorunkban? Éppen azokban a szülőkben, kitől vártuk a szeretetet? Éppen azoktól a szülőktől, akik, mint én, mint szülő, szerette a gyerekeinket, de emellett bántottam is őket. Tehát amikor párat keresünk, épp olyan valakit keresünk, aki tükrözi épp azt a fajta bántást és szeretet is, amit gyerekkoromban kaptunk. Az azt jelenti, hogy majdnem minden házasság úgy kezdődik, hogy két traumatizált ember a másikba keresi a boldogságot. Na most ez lehet egy lehetőség, hogy kidolgozzák, hogy nőjünk fel együtt. Az eredeti traumákból. Az eredeti traumákból. Vagy, hogyha azt hiszük, hogy nem látjuk, hogy ez mi traumákról van szó, azt látjuk, hogy ez csak a más okozza a mi boldogtalanságunkat, akkor majd vádoljuk és gyűlöljük a párunkat, hogy miért nem vagyok én boldogabb. Tehát a házasság, illetve a viszony, a nagy lehetőséget nyújt, hogy most felnőjünk a traumánkból, vagy hogy beleragasztjuk magunkat, benne maradunk. Ja, mondtad, hogy az új könyvedben lesz róla szó, hogy olyan, mintha a gyereknek választani kellene sokszor a saját autentikus része és a kötődés között, és a gyerek óhatatlanul a kötődést választja. Pontosan. És akkor ezt hogy is ismételhetjük meg pár? Jó, és persze ezt hozzuk a viszonyunkhoz, hogy tudok én autentikus maradni, érzem érzelmeimet, kifejezem az igazságomat, vagy pedig ez mind elnyomom annak a kedvéért, hogy beleilleszkedjek a viszonyba. Na most ez a tragikus dilemma már gyerekkorban lép fel először, mert a gyereknek a legnagyobb szükséglete az, hogy a kötődése megmarad a szülőkkel, mert anélkül nem is tud élni, nem is tud
kibontakozni, fejlődni. Egyik állat se tud a szülői védelem és táplálás és szeretet nélkül felnőni. Legkevésbé az emberi faj. Tehát a kötődés az abszolút szükséglet. De amellett van egy másik szükséglet, az pedig az, hogy autentikus legyen, hogy érezzük érzelmeinket, mert mikor, mint az emberfaj kifejlődött, anélkül, hogy éreztük az érzéseinket, a zsigerérzéseinket, nem is tudtuk volna túlélni a sok veszélyt a világban. Tehát, és tehát a gyereknek ez egy kifejezett szükséglete az, hogy érezhesse érzelmét. Akár düh, harag, félelem, gyász, szomorúság, öröm, ezt mind kell teljesen tapasztalni. De sajnos az a helyzet sok családban, és ebben a mai társadalomban és világban, hogy ha a gyerek érzi az érzelmeit, ez nem elfogadható a szülőknek, illetve a világnak, és akkor a gyereknek egy ilyen tragikus választás előtt áll, ami nem egy igazi tudatos választás, ez egy tudat alatt történik, hogy ha autentikus vagyok, akkor vissza tudsítanak. Tehát, hogy azt akarom, hogy elfogadjanak és megkapjam a kötődést, akkor el kell nyomni az autentikus lényemet. Ez egy tragikus feszültség, és mindig a kötődés nyer, és az autentikus lény, én le van nyomva, és azt az egész életemben keresem saját magamat, mert valahogy elvesztettem. És ez a kihívásunk, hogy visszataláljuk-e saját magunkat, amit annak idején elvesztettük. És akkor ez a párkapcsolatban ismétlődik, és újra ott áll az ember a kihívás előtt sokszor. Nem csak, hogy a párkapcsolatban megtörténik, főleg ott történik meg. De más emberi, bármilyen emberi kapcsolatban is. Bármilyen emberi kapcsolatban, még a munkával is kapcsolatban, a társadalommal kapcsolatban, hogy nem szabad kimondani, amit én gondolok, mert akkor nem fognak elfogadni engem. Akár politikailag, akár milyen szempontból, de főleg a viszonyainkban, a közös viszonyainkban, a közel viszonyainkban, a barátainkkal, párunkkal, stb. Lép fel az a dinamikum, hogy elfogadnak-e, hogyha igaz én vagyok, vagy elfogadom én azt a lehetőséget, hogy az igazi lényemmel mellett kiállok, és akkor nem lesz meg ez a kötődés. És igen, hagyd mondjam, hogy ez a súly, ez a nyomás nagy részben a nőkre esik. Mert ez a világ elvárja, hogy a nők nyomják le magukat azért, hogy beilleszkedjenek a viszonyba, és inkább a pályuknak a érzelmi szolgálatait értékeljék, mint a saját szükségleteit. És ezért a nők szerintem kapnak több autoimmun betegséget, és sokkal többen kapnak pszichiátriai orvosságokat is. Van egy amerikai szociológus, Dalma Heim, akinek megjelent régebben, korábbi években egy könyve, az a címe, hogy a vágy csendje magyarul. Mi? Vágy csendje. Egyetem. És azzal foglalkozik, hogy az erotikus intimitás miért szűnik meg nagyon nagy százalékban, 60-70%-ban tartós kapcsolatban. És többek között erre vezeti vissza, hogy olyan szinten, olyan sokféle szerepnek meg kell felelni a nőknek, elnyomjuk magunkban az autentikus részünket, de elnyomjuk magunkban az örömre való képességünket, de ezzel ezt a zsigeri vágyat is elnyomjuk magunkban. Ezt most mondtál, én a saját házasságomban is sokszor tapasztaltam, mert amikor én megkívánom, illetve tudatalatt követelem, hogy a feleségem kiszolgálja az én érzelmi szükségleteimet, vagy az, amit azt hiszek, hogy a szükségletem, akkor nem mint egy pára nézek rá, hanem mint egy anyára. Mert kinek az a feladata, hogy valaki másnak az érzelmi szögleteit szolgálja, az anyának. Na most az azt jelenti, hogy most a feleségemet anyának teszem, és mint a nők ezt elvállalják ezt a szerepet, ő mint egy anya közeledik hozzám, na most ki akar ágyba menni az anyával? És melyik egészséges nő akar a kisgyerekével aludni, lefeküdni?
Tehát elmúlik a vágy, és ez a saját házasságomban tapasztaltam is. És akkor persze a févid ezt dübbegürítja, hogy miért nem akarsz velem ágyba menni? Azért, fiacskám, mert fiacska vagy. Nőjél fel. Én egy felnőtt férfivel akarok szexuális viszonyba lépni, nem egy kisgyerekkel. Ezt a feleségem nagyon keményen tanította meg nekem, és teljesen megértem. Igaza van, látom is. Szerintem ez szokházasságban így történik. És közben én meg nagyon sokszor azt látom klienseimnél, és nagyon kíváncsi vagyok férfiként a véleményedre, hogy mégis valahogy ebben a felébredésben, minthogyha a nők többször lennének tanítók, minthogyha egy kicsit közelebb lennénk valahogy a saját érzéseinkhez, a szükségleteinkhez, a zsigeri részünkhöz. Tehát én nagyon párokkal sokat foglalkozom, és nagyon sok kapcsolatban azt érzékelem, hogy valahogy, persze ez hullámozhat, de hogy sokszor azért a nők a beavatók. Ezt te hogy látod? Mint ahogy mondtad is, hogy a feleséged megtanította neked ezt. És hogy én sokszor azt látom, hogy ugyan a nők szét vannak szakadva a sok-sok megfelelés szerep között. Igen. Mégis, hogyha elindul egy felébredés folyamata, akkor nagyon sok kapcsolatban valahogy ők azok, akik kezdeményezik. Igen. Hát nézd, itt éppen erről a szenvedésről van szó, hogy ki szenved jobban és többet, ő fog először felébredni. Mert, és persze sokszor az is történik, hogy egy nő középkor körül rájön arra, hogy milyen szerepet játszott, és hogy mennyire egyensúlytalan a viszony, és ebből elege lett. Most a férfi vagy felnő, vagy pedig válság jön, és a férfi keresik egy fiatalabb nőt, aki ezt még nem tanulta meg. Talál egy fiatalabb anyát. Aki majd megint kiszolgálja. Vagy pedig felnő, belenő a viszonyba. Nekem is ez nehéz lecka volt, de állítom, hogy már vénkoromra megtanultam, de egy ideig tartott. Hadd kérdezzem meg, hogy így azért te önkutatásban benne vagy hosszú-hosszú évek óta. Hogy látod, hogy mi az, amit még neked is tanulnod kell? Most mit kell tanulni? Úgy szeretném mondani, hogy nem akarok én most, nem mind dicsekedve mondom, de most itt vagyok Magyarországon, ez az ötödik ország utolsó 3 hét alatt. Voltam Törökországban, Bulgáriában, Németországban, Csekhiában, Prágában. Most innen megyek 4-5 országba, 7 hét alatti út. Mindenütt nagyon rajongóan fogadnak, könyveim már 30 nyelven megjelentek. Sokszor beszélek YouTube-on, a filmemet, illetve a film, ami a munkámról szól, több millió látta. Az azt jelenti, hogy sok dicséretet kapok, sok elismerés, sok igazi hálát. És nagyon könnyű nekem ezekkel a jó tényezőkkel azonosítani magamat. Tehát, hogy én vagyok ez a kiváló ember, aki ilyen sok sikert adott a világban. A mester. Tessék? Mester. A mester, igen. Ma délután utazok Portugálba, ahol a feleségemmel találkozok egy szünidőre a sok utazás között, és mondta nekem tegnap este, hogy meséltem, hogy milyen sikeres volt a magyarországi tartózkodásom, és azt mondta, hogy csak a igódat hagyjad Magyarországon. Tehát nekem ez a kihívás, hogy ne azonosítsa magamat a külső tényezőkkel, ne arra támaszkodjak,
az önbizalomra, az önbizalomnak és az önelfogadásnak arra, hogy mások hogy látnak engem. Mert 78 éves vagyok. Feltételezem, hogy előbb-utóbb meg fog történni, hogy már nem fogok tudni utazni, és beszélni, és írni, és hálát aratni, stb. És akkor ki leszek? Ki leszek akkor, amikor már nem teszek olyan sokat? Tehát elége leszek, anélkül, hogy megérdemelném a munkámon keresztül az értéket. És nem vagyok benne biztos, hogy erre kész vagyok. Ki lennék én, hogyha nem írnák, nem beszélnék, nem tanítanák, nem gyógyítanák másokat. Tehát ki vagyok én anélkül, hogy tennék valamit? Mi az igazi lényem? Megmondom őszintén, nem tudom, hogy hogy fog-e. Kicsit ijesztő, mikor erre gondolok. Hogy például már halásom nem nagyon jó. Mi lenne, ha teljesen megsüket lennék? És akkor a munkám lehetetlen lenne. Nem nézem ezt nagy bizalommal, illetve esetleg hiszem, hogy mégis van az a lényem, ami támogatni fog, és velem marad, illetve én maradok, annak dacára, hogy nem teszek semmit. De ez a kívülásom, hogy ne higgyem el, és ne támaszkodjak a külső értékelésre. Érted, hogy mi mondok? Abszolút. Yeah. Abszolút értem, és nagyon köszönöm, hogy ezt így kifejtetted, de olyan, mintha 78 éves korodban, ha igazán magadban nézel, akkor ennyi idősen is megérkezik az ember ahhoz az ősi kérdéshez, Maharshi Krishnamurti, keleti gondolkodók, ki vagyok én? Igen. Ki vagyok én legbelül? Van egy autentikus énem, de ki az az autentikus énem? Hol van? Uh-huh. Ha ezt a nagyon nagy kérdést, nem gondoltam, hogy eddig eljutunk, de ez a ki vagy te, Gábor? Mi neked erre a válaszod? Szerintem a kérdés fontosabb, mint a válasz. Szerintem a hamis lenne, hogyha valami szép szavakat adnák, hogy én itt ez vagyok én, tudom. De azt tudom, hogy a kérdést állandóan fel kell tenni saját magamnak. Ki vagyok én? Én vagyok az, aki ezt a kérdést felteszi magának. Ezt mondanám. Ugye ők is azt mondják, hogy ki kérdezi azt, hogy ki vagyok én. Pontosan. És akkor egy kicsit így mögé nézve. Pontosan. Megfogalmaztál egy számomra nagyon fontos útjelző táblát, és ezt külön köszönöm neked, mert mindig úgy érzem, hogy kapok tőled útjelző táblákat. És érdemes újraolvasni a könyveidet, mert mindig más találok benne. És az útjelző táblád az volt, azt kérdeztem, hogy mi hajt téged, miért vállalsz ennyi előadást. És azt mondtad, hogy nem hajt valami, hanem hív. Erről a hívásról mondanál még pár szót. Mi ez a belső hívás? Ja. Mire hív? Mi hív? Én valószínűleg hazugtam, mikor azt mondtam, hogy nem hajt semmi, de csak hív valami. De azt állíthatom becsületesen, hogy sokkal kevesebb és kisebb benne a hajtás, mint korábban volt, és sokkal inkább hallom a hívást, amire vagy válaszolok, vagy nem válaszolok, ahogy akarok. Tehát sokkal több szabad akaratom van visszatérve erre, mint annak idején volt, még egy pár évvel ezelőtt is volt. De hogy mi hív engem, az visszanézve gyerekkorom óta mindig két ideál hívott, a szabadság és az igazság. És hatodik osztályban itt Pesten a tanítóm írta a bizonyítványomba, hogy a Gábor vigyázzon magára, mert lázítja az osztálytársait. Mert beszéltem a dolgot úgy, ahogy láttam, és az nem volt elfogadható abbi világban, még ma is annyira. Tehát ez nem tudom miért, esetleg a saját soromból kifolyólag, de ez a két kérdés érdekelt engem, hogy mi az igazság, és mi a szabadság, és hogyan érjük el őket. Tehát ez a hívásom.
a hajtás az inkább, hogy szeressenek, lássanak, értékeljenek. Ezeket a hajtás persze annyi mértékig érezem, amíg nem látom, hogy nem érzem a saját értékemet, nem látom saját magamat, akkor mások lássanak. Ez lenne a hajtás, de ez sokkal kevesebb, alacsonyabb, mint annak én volt. És az új könyvem, ami most októberben fog itt megjelenni, a Normális Életek címmel, az tényleg egy hívást jelentett. Ez egyszerűen meg kellett nekem írnom ezt a könyvet. És amikor a hajtást éreztem, az írás nem ment jó. De amikor a hívást éreztem, akkor sokkal tisztában és ékesebben, és igazán tudtam írni. És sokkal szeretem a hívást, mint a hajtást. Köszönöm szépen, és ez olyan nagyon, miközben belülről magadat próbálod felszabadítani, szabadítasz fel másokat. Én úgy meg szoktam fogalmazni azt, hogy a legnagyobb dolog, amit tehetek, ezt te autentikus énnek nevezed. Én úgy szoktam mondani, hogy szárnyakat adni valakinek, de ez az, hogy hozzá tudok kapcsolódni. Le tudom fejteni a megfeleléseket, és ehhez a részhez hozzá tudok kapcsolódni. És akkor azt szeretném még csak megkérdezni, hogy mit ajánlasz a segítőknek? Hogy tudnak ebben segíteni másoknak? Nézd, nekem van egy tanfolyam segítőknek, amit nemzetközileg már több ezen tanulmányoznak, többek között itt Magyarországon is, és ez azzal kezdik, hogy saját magukat kutatják. Tehát én azt mondom a segítőknek, hogy ha segíteni akarsz másoknak, ismerd meg saját magadat. Mert ha nem látod magadba azt, amit a paciensedbe akarsz megüzíteni, akkor nem fogsz neki segíteni. Tehát az öntudattal, az önkutatással kell elkezdjük. Ez lenne, ez nem csak most, hanem folyamatosan mindig kutasd az igazi lényedet, és hogy mi áll közötted és a lényed között. Ez egy folyamat, ennek sosincs vége, de ismerd magadat, mielőtt másoknak próbál segíteni. Nem azt mondom, hogy teljesen ismerd magadat, mert akkor sose segíteni senkinek, de legyél abba a folyamatba, és vállald el azt a kötelességet, hogy magadon dolgozol. Ez lenne a legfontosabb tanácsa. És a nagyon érdekes az, hogy ugyanezt mondtad tegnap este a szülőkre is. Yeah. Hogy szülőként hogyan tudunk segíteni a gyerekeinknek, úgyhogy saját magunknak segítünk. Pontosan, mert úgy mondtam, mint egy szülő, akik már persze felnőtt gyerekeink vannak, de mikor picik voltak, abszolút nem ismertem magamat, és ezért öntudat alatt átadtam nekik a traumáimat, annak dacára, hogy mennyire szerettem őket, hogy végtelenül megtettem volna mindent az érdekükért, de közbeállt az én traumám, mert nem ismertem magamat. Ezért mondom a szülőknek, mielőtt arra gondolsz, hogy a gyereknek segíts magadnak, ez fog neki segíteni. A legutolsó kérdésem az, hogy ennek az autentikus énünknek, a te hited szerint, a te gondolataid szerint van-e valami spirituális része? Persze, hogy van. Persze, hogy mit gondolunk, mikor azt mondjuk az a szó, hogy spirituális, ez mindenkinek jelentőség esetleg, mindenkinek megvan a saját értelmezése ennek. De általában, ha én használom ezt a szót, csak azt értem vele, hogy a kis igókon, a kis korlátolt énünk körül van egy valami nagyobb lény, vagy lehetőség, vagy valóság, aminek egy része vagyunk, illetve ami bennünk is van, és ha ezt nem találjuk meg, és nem érezzük, akkor szenvedünk. Tehát persze ez a spirituális kutatás már valószínűleg azóta megy, amióta az ember fellépett a földre, hogy mondjam, és ez mindig folytatódik.
Szerintem ez fontos, és új könyvemben is egy fejezetet szentelek erre, mert annak dacára, hogy kisgyerekom óta mindig egy ateista voltam, végül is rájöttem, hogy szélesebb és nagyobb kinézet nélkül az élet nagyon lapos és nem olyan érdekes. Szóval mondhatjuk azt, hogy ez az autentikus részünknek nagyon is köze van egyfajta egységhez. Épp erről szól az egész anyukönyvem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm, Kati.